megkóstoljuk ezt, ez sajtos, nem? Cseder, ebből sajtos. Baj nem lehet. Hát nem. Azt, hogy rászoksz, azon kívül semmi. Sokan járnak ebbe a szekszárdi kisboltba a különleges kenyér és liszt örlemények miatt. A tulajdonos azt mondja, alig lehet követni már a termékek árának alakulását. Heti rendszerességgel, sőt, van, hogy hetente több e-mailt is kapok arról, hogy a következő hónaptól még jobban felnyomják az árakat. Tehát mindent azt veszem észre, hogy mindennek az ára drágulni fog. A liszteket 25%-kal emelték feljebb, ami azért nem kis áremelésnek, gondolom én. Nekem is a beszállítom próbálja lentartani az árakat, és inkább, mert ugye nálam nem csak sima kenyerek vannak, hanem paradicsomos, cseder, sajtós, hogy próbálja az összetevőket úgy alakítani, hogy az árakat ne nyomják meg. Ezzel így egy kicsit tudunk játszani, és nem az van, hogy a plafont veri a kenyérár. Heti háromszor szállítanak kézműves kenyeret és pékárut ebbe az üzletbe. A tulajdonos azt mondja, ezek iránt nem csökkent a kereslet, de a lisztet már nem viszik annyian, mint néhány hónappal ezelőtt. A Központi Statisztikai Hivatal szeptemberi számításai szerint a fehér búzából készült termék kilója januárban átlagosan 374 forint volt, szeptemberben viszont ez már 399 forintba kerül a boltokban, és közel sincsen vége az áremelkedésnek, hiszen az alapanyaga, a búza is folyamatosan drágul. Vendég Edita, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke azt mondja, kiszámíthatatlan a piac. A búza tonna ára például az elmúlt 2,5 hónapban több mint 30%-ot emelkedett. A kedvezőtlen időjárási körülmények mellett a másik tényező, ami befolyásolta az idei évben a kenyérgabonának az árát, az a nemzetközi piaci helyzet volt. 2020-ban és 2021-ben is azt tapasztaltuk, hogy Kína rendkívül nagy tételeket vásárol búzából az európai piacon. Ezzel keresletet generált, és ennek hatására ugye emelkedtek értelemszerűen a felvásárlási árak. Ennek a folyamatnak köszönhetően a mezőgazdasági termelők le is szerződték az idei évi gabonatermést, mert mindegy 20%-kal jelentett ez az akkori ár többet az előző évekhez képest. Viszont azt ugye előre nem lehetett látni, hogy aratást követően ilyen mértékű lesz az áremelkedés. Ennek a folyamatnak az az eredménye, hogy jelenleg a mezőgazdasági termelők már nem tulajdonosai az idei évi terménynek, hanem a kereskedők, a tulajdonosok, és a jelenlegi 96-100 000 forint per tonna körüli felvásárlási ár, vagy értékesítési ár már nem a mezőgazdasági termelőknél realizálódik. Ezek a magas árak egészen biztos, hogy az élelmiszer, tehát a kenyér árában is meg fognak látszani, de azt viszont prognosztizálni még előre nem tudjuk, hogy hol fog ez egyáltalán megállni, vagy ez már a plafont jelenti a jelenlegi ár, mivel amikor 70 000 forint volt augusztusban, meg amikor 80 000 forint volt szeptemberben az ár, akkor is azt gondoltuk, hogy ennél magasabb már nem lehet. Mindemellett a magasba szöktek az energiaárak és a logisztikai költségek is. Az elmúlt időszakban egy hullámvasút indult el ebben a témában. Számos olyan tényező van, ami emeli az árakat, és egy kicsit úgy tűnik, mintha a kapacitással is probléma lenne. Ez alatt nem tudom, illetve ez mögött nem tudom, hogy az van-e, hogy valaki jelesül, mondjuk Kína számos erőforrást felvásárol, és ezért Európában, vagy a világ más tájain emelkednek az árak, de az energiában minden esetben nagyon határozottan érezzük azt, hogy mind a földgáz, mind pedig a villamos áram vonatkozásában. Ezt a lakosság nem érzi, hiszen nekik ugye a rezsicsökkentés miatt nem kell világpiaci árakat megfizetni, de a vállalkozások ugye a szabad piacon vásárolják az energiát, és tettenetes áremelkedés volt az elmúlt időszakban. Ez azt jelenti, hogy 2018-ban például 14 forintért tudtunk venni 1 kWh energiát, ez a mostani évben 26 forint, és a jövő évben biztosan nem fog megállni 30 forint alatt. A tavalyi évben, amikor a pandémia éppen tombolt, tavaly tavasszal, hogyha visszaemlékeztek, akkor az üzemanyag ára az való 320 forint környékén volt, most 520 forint egy liter gázval. Tehát nyilván ez is eszméletlenül megnyomja a költségeket, és ez mindenki nem megnyomja. Tehát szállítani mindenki szállít, autót mindenki használ, és ezek a tényezők mindenkinek jelentkeznek. Ennek megfelelően nyilván a gyártók azok emelik az árakat, amivel behozzák hozzánk a termékeinket. Átlagosan bejelentenek 8-10%-os áremelést, ez lehet hentes áru, lehet bármelyik tejtermékgyártó,
És ehhez az is hozzákapcsolódik, hogy nyilvánvalóan a mi költségeink is emelkednek, hiszen mi meg kiszállítjuk ezt az árut, illetve természetesen emberekkel dolgozunk, az ő bérük is emelkedik, tudjuk a jövő évi minimálbérterveket, ezek évről évre emelkedő költségek, és bár a járulék csökkenésben egyébként van-e valamiféle kompenzáció, de összességében, bruttóban ez mégiscsak egy jelentős növekedést hoz. A szakértők szerint előreláthatólag a tej és hústermékek árai novembertől átlagosan 10-15%-kal nőhetnek majd meg, és ez a folyamat a jövő évben is tartósan megmaradhat. A szakértő azt mondja, ennek ellenére úgy veszik észre, nem csökken a kereslet egyik élelmiszer iránt sem.